Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ennél a jóslásnál arról van szó, hogy ki mit titkol el előled, vagy ki akar ártani neked. Itt bepillantunk ezekbe a titkokba. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, a díjam 4000 forint. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt én ezzel a hajóval kezdeném. Ez jelenti a mozgást. Jelent utazásokat, külföldi kapcsolatokat. Lehet, hogy te nyaralni voltál, és valaki irigy rád az utazás miatt. Az is lehet, hogy ez a személy, aki rossz indulatú veled, egy utazáson volt, vagy vannak külföldi kapcsolatok nála, az is lehet, hogy külföldön él, vagy külföldi. És megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt látható, hogy vannak viták, veszekedések. Ez a személy megpróbál téged ebbe a helyzetbe kényszeríteni, hogy legyen köztetek egy vita. Itt látható a tükör, ez a személy tükröz számodra valamit, és bele kellene pillantani ebbe a tükörbe, hogy átláss a dolgokon, hogy kiről vagy miről van szó, és hogyan akar ártani neked. Itt újra megjelenik a tükör, és ha te egy hölgy vagy, akkor te jelensz meg ezen a képen. Legyen meg ez a büszke tartásod. Ne hagyd, hogy ez a személy kihívjon téged, provokáljon téged. Tükrözz valamit számára, de nem azt a rossz indulatot, amit ő tükröz, hanem ezt a büszke tartást. Amit itt a tükrök még jelenthetnek, az az internet, hogy ott is figyelget téged. Itt látható két hölgy, és itt van egy közös tevékenység. Ez lehet a munka, a hivatás, vagy egy hobbi is. Mivel itt két hölgy látható, valószínű, hogy ez a rossz indulatú személy, egy nő, tehát itt egy nővel van dolgod. Ez lehet a szabadidő, hogy ott benne vagy egy csoportban, vagy megvan ez a baráti kör, és ott látható ez a rossz indulat, de lehet a munkahelyen is. Itt látható a hold energiája, az jelentheti az anyukádat, és de én nem hiszem, hogy az anyukád lenne ilyen rossz indulatú, esetleg az anyósod, ezt még úgy el tudnám képzelni. Amit itt ez a hold még jelent, ezek a te álmaid és vágyaid, ha vannak tervek, ne beszélj erről. Itt látható egy találkozás, a képen ugyan három férfi van, de, mint mindig, ennek is lehet egy szimbolikus jelentése. Lehet, hogy itt egy csoportról, egy nőről van szó, vagy többekről, akik így a hátad mögött beszélnek rólad, pletykálkodnak. Itt is látható a pletyka, és a háttérben ez a hegy jelenti a nehézségeket, tehát ez egy kihívás lesz, vagy ez a nő próbálkozik. Itt a horgony jelenti a munkát, a hivatást, és ez lehet, hogy ebben a környezetben van ez a rossz indulat, de én azt tanácsolom, ne foglalkozz vele. Mivel itt érzed, hogy nem jó ez a munkahelyi légkör,
Emiatt megjelenik itt a felhő, hiszen minden olyan átláthatatlannak tűnik. Itt ez a kép jelenteni a megbecsülést, a nyilvánosságot, de mivel mellette a felhő van, te úgy érzed, hogy jól dolgozol, te nem kapod meg azt a megbecsülést, amit szeretnél, vagy amit megérdemeltél volna. De itt is van egy kiút, itt is van egy megoldás, ezt jelentik itt a kulcsok, légy magabiztos. Te itt le tudsz zárni valamit, és egyúttal kinyílik egy új ajtó, egy új lehetőség, és javíthatsz a helyzeten. Itt ez a hölgy rád utal, légy titokzatos, visszahúzódó, de azért figyeld a dolgokat. Itt megjelenik a kígyó, ez jelentheti a változásokat, a megújulásokat, a gyógyító erőt, vagy ezt a területet, ahol egészségügyi témákról is szó van. De a kígyó jelent egy nőt is, tehát itt egy nőről van szó. Itt is látható a háttérben ez a beszélgetés. Itt pletykálkodnak, azon kívül megjelenik a ravasz róka, itt van hamisság, sőt, megpróbál ellopni tőled valamit. Itt nem mindig pénzről van szó, ez lehet a te időd, az energiát, vagy az ötleteid is, hogy ezt másolni akarja, ellopja tőled, ezért ne beszélj a terveidről, az álmaidról. És ez volt az általános kivetés, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderá!